Idén száraz ajta adott otthont az Erdélyi Református Nőszövetség székelyföldi régiós konferenciájának. Ezer24. augusztus 31-én Száraz Ajtán több mint 500 résztvevővel tartotta meg évi találkozóját a székelyföldi régióhoz tartozó négy református egyházmegye nőszövetsége. A megnyitó istentiszteleten igét hirdetett Molnár Helén, Sajó Szent Andrási lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének a lelnöknője. Ige hirdetését a János Evangélium a 6. részének 68. verse alapján tartotta. Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van nálad. Amely már itt ebben a földi életben, ami életünket is meghatározza. Elsőként Berszám Margit, a Székelyföldi Régió Nőszövetségének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A legtöbb emberben most nagyon-nagyon sok, és nagyon fokozott a bizonytalanság érzése. Mi lesz fel? Mi lesz a világban? Mikor és hogyan ér véget ez a sok rémálom, ami körülvesz bennünket? És egyáltalán mi is ez? Halljuk, látjuk a hírekben, itt is, ott is a háború borzalmait, és érezzük, hogy egyre közelebbé hozzá. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de egyet azonban tudhatunk. Isten velünk van, nem vagy cserben. Ma ez az egyetlen biztos tapasztaló. Ezért hát ne féljünk, imádkozzunk, és merjünk cselekedni. Egymás terhét hordozni, örvendezni, és vigasztalni, de minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezekkel a gondolatokkal szívem minden szeretetével megnyitom az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének 2024-es Székelyföldi Régiós Konferenciáját itt Szárazajban az Erdővidéki Református Egyházmegyében. Hát az Erdélyi Református Nőszövetség az alapszabályzata szerint meghatározott célkitűzéseket próbálja tevékenységbe önteni. Ezek a tevékenységek azok főleg hitápolásra irányulnak, a református keresztjén élet megélésére, milyen hitmélyítő alkalmakat tartunk, konferenciákat, bibliaórákat tartunk, meg csendes napokat, tehát olyan alkalmakat, ahol az asszonyok összegyűlnek, és lelkiekben erősödnek, igére figyelnek, olvasnak, Bibliát olvasnak. Emellett a lelki élet erősítése mellett nagyon fontos olyan tevékenységeknek is az elvégzése, amelyek kifele irányulnak, nem önmagunkra irányulnak, hanem kifele irányulnak. Ez szeretetszolgálatban, másként mondanánk azt, hogy diakóniában, szociális tevékenységben, munkában nyilvánul meg. És emellett kulturális tevékenységeink vannak, hagyományőrző tevékenységeink vannak.
Az ilyen találkozók, mint a mai fontosak az asszonyok körében? Igen, nagyon fontosak az asszonyok körében, és ez bizonyítja az is, hogy ma is 500-an vannak jelen egy bizonyos régióból. Hát területileg ez elég nagy régió, de hogy 500-an eljöttek, és ezt választották, ezt a rendezvényt választották, ez most jelzi azt, hogy nagyon fontosak. Találkoznak egymással, beszélgetnek egymással, de legfontosabb az, hogy itt megpihennek, az ige hirdetés felemeli őket, lelkileg töltődnek, jó érzéssel mennek haza, látnak, hallanak, és ez úgy erőt ad nekik, hát lehet egy napra, egy hétre, lehet, hogy hosszú időre. Ezért is tartjuk ezeket az alkalmakat, minimum évente egy ilyen nagy alkalom van régiónként, azért, hogy ezek erőforrás legyenek az asszonyok számára. Nagy tiszteletű Berszán István, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese, örömét fejezte ki, hogy a székelyföldi régió 4 egyházmegyéjének a gyülekezeteiből ilyen szép számban jelentek meg az asszonyok. Az Erdélyi Református Egyház kerület nőszövetségének elnöknője, Borsos Melinda, arra buzdította megjelenteket, hogy a mai kor sokfajta feltöltődési lehetőségei mellett a nőszövetségekben aktívan vegyenek részt, vállalják ezt az elköteleződést. Kelemen Karikás Árpád, a Szárazajtai Református Egyházközség lelki pásztora, házigazdaként bemutatta Szárazajtát, elmondta, hogy ez a gyönyörű fekvésű település 16 ezer hektáron fekszik, 12 faluval határos. Ismertette a templom múltját, és a nőszövetség tevékenységét is.
bonyolódott a diakónia keresztjén alapítvány, ami református egyházunk szeretetszolgálati alapítványának a Sepsi Szent Györgyi elindításával és az eltelt 22 esztendejével, amióta életre kelt ott ez a szolgálat. Ma is ebbéli megbízatásomat képviselve jöttem vissza a nőszövetségi asszonyok közé egy szeretett szolgálati felhívást szeretnék a székelyföldi református nőszövetségekben és a benne szolgáló asszonyoknak a szívére helyezni. El szeretném mondani mindenek előtt ezt megelőzően azt, hogy az erdélyi református egyház kerületben az elmúlt 12 esztendőben 4 idősek otthona épült, ebből egy Székelyföldön, Sepsi Szent Györgyön. A mi egyház kerületünk névvel megnevezve, mint a Szilvási Karola református szeretett otthont adta át hivatalosan is 2024. januárjában a mi alapítványunknak, a Diakónia Keresztjén alapítványnak, hogy azon belül az idősgondozó ágazat, a házi gondozó szolgálat mellett ezt az úgynevezett bentlakásos intézményt is, idősek ápolására, gondozására szánt intézményt is, a Szilvási Karola idősek ápolótonát és lakótonát magához ölelje, ebben a munkát, a szolgálatot elindítsa és működtesse. El szeretném mondani, hogy ebben a 80 férőhelyes otthonban, szeretett otthonban 46 helyre tudunk fogadni teljesen ápolásra szoruló időseket, betegeket, demenciával, Alzheimer-korral rendelkezőket is, illetve további 34 helyre tudunk fogadni fennjáró, de biztonságra, felügyeletre, közösségi életre vágyó időseket. Én most azért jöttem, mert azt szeretném, hogy ez a szeretett otthon tele legyen élettel, olyan szerű gondoskodással, amit mi az ott lévők, a váltásban dolgozó kollégák, bármennyi szeretettel is végezzük azt, mégsem tudunk megadni. Hiszen szükség van arra, hogy a színes világ, a gyülekezetek, a gyülekezeti csoportok, a nőszövetségek a maguk életével, szeretetével, jelenlétével segítsenek nekünk ezt a szeretet otthon élővé, igazán gondoskodóvá, jó ízűvé tenni. Felhívásunkban azt kérjük, hogy úgy, amint az a Pomorod mentén, a Lombodi idős otthonban is ismeretes talán a székelyudvarhelyi egyházmegye belieknek, vagy úgy, ahogy szépen a marosvásárhelyi nőszövetségek már példát mutattak nekünk abban, hogy egy jól szervező, szolgálatra kész idős nőszövetségi asszonytestvérünk mozgatására minden héten egy-egy nőszövetség meglátogatja a marosvásárhelyi idősek otthonát. Így ebből inspirálódva arra kérem tisztelettel a székelyföldi egyházmegyék nőszövetségeit, hogy fogják meg a Sepsi Szent Györgyi Szilvási Karola református szeretett otthon lakóinak a kezét. És mindig pénteken, amikor nekünk a lelki, az istentiszteleti napunk van, jöjjenek el hozzánk, akár egy-egy kisebb küldöttséggel, hozzánk el a lelki pásztorukat, hogy örömöt szerezzenek a Maros, Brassó, Hargita és Kovászna megyek különböző településeiről már bent lakó időseinknek, hogy talán az ő szomszédságukból, az ő községükből jön most egy lelki pásztor, egy nőszövetségi közösség. Tartsanak nálunk egy áhítatot, egy istentiszteletet, örvendeztessenek meg bennünket énekükkel, vagy ha a gyülekezetük területén van egy zenész, egy kurulyás fiatal, kisgyermek, azt is behozhatják. Jöjjenek el hozzánk elsősorban ígét,
mosoly, egy szavalatot, egy éneket, az önök színes gyülekezeti világát, szolgálatkészségét behozva. A seregszemle során az egyházmegyei, a sepsiszéki, udvarhelyszéki, valamint Kézdi Orbai nőszövetségi elnöknők bemutatták küldöttségüket. Az Erdővidéki Református Egyházmegye nőszövetségének részéről Kelemen Karikás Eleonóra tiszteletes asszony, helyi és egyházmegyei elnöknő a nőszövetségek széleskörű tevékenységéről beszélt. Mielőtt szünetre menni, szeretettel kérem mindenkit, hallgassunk meg egy fiatal, ifjú, középfajtai tehetséget, Román Ábel. Román Ábel a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 10. osztályát kezdi orgona szakon. Szünetben az asszonyok a meleg nyári napsütésben a templom udvarán megcsodálhatták a szorgos női kezek által készült kézműves termékeket, valamint élvezhették a helyiek vendégszeretetét, akik finom süteményekkel, kávéval, frissítőkkel kínálták a vendégeket. Minden olyan, ami értéket jelentett valamikor az életünkben, azokat az értékeket próbáljuk ápolni, próbáljuk átmenekíteni, átmenteni a következő nemzedékek életébe. Hát ezek között, az értékek között tarthatjuk számon a Bonyhai kastélyt is. Ebbe is nagy részt vállalt a Református Nőszövetség. Igen, hát ez egy nagyon nagy feladat volt. A Református Nőszövetség kapta ezt a feladatot. 2013-ban az Erdélyi Református Egyházkerület elnöksége úgy gondolta, hogy az Erdélyi Református Nőszövetség ezt a feladatot el fogja tudni látni. Tulajdonképpen a feladat az volt, hogy meg kell menteni egy A-kategóriás műemléket, és fel kell újítani teljes egészében a kastélyt. A kastély az nagyon rossz állapotban volt akkor, amikor az egykori tulajdonosaik, leszármazottaik Betlen Fruzsina személyében visszakapták ezt az épületet, és mivel nekik nincs közvetlen leszármazottjuk, nem is éltek már rég Erdélyben, ezért úgy gondolták, hogy jó kezekben lesz, hogyha
az Erdély Református Egyházkerületnek adományozzák. És az Erdély Református Egyházkerület a Nőszövetségnek adományoztam, mert gondolom, hogy akkor, amikor eldöntötte az egyházkerület vezetősége, hogy a Nőszövetségnek adományozza, akkor látta benne azt a potenciált a nőszövetségi közösségben, a tenni akarást, az igyekvést, amivel bízott abban, hogy sikerül majd ezt a kastélyt új életre hozni. És bizony ez egy 10 éves feladat volt, mert az elején nagyon nagy lendülettel kezdtünk bele a kastély körüli tevékenységekbe, igyekeztünk előkészíteni azokat a tervezési, felmérési iratokat, dokumentumokat, amelyek szükségesek lettek volna egy Európai Uniós pályázat letételéhez. Ezeken is dolgoztunk legalább 2 vagy 3 évet. Aztán ez alatt az idő alatt tudtuk azt, hogy csak akkor fogjuk tudni a kastélyt hát megmenteni, hogyha közösséget formálunk köréje, és így elkezdtük tartani a területen, a területén, a parkban a kastélynapokat. Oda minden évben nagyon sokan jöttek el egész Erdélyből, 2000-3000 asszony részt vett ezeken az alkalmakon. És úgy szépen alakult a közösség, de a kastély felújításának a lehetőségei egyre kevesebbek lettek, addig, amíg 2017-ben a reformáció 500. évfordulójának alkalmán lett egy olyan ötletünk, hogy gyűjtsünk össze 5000 aláírást az asszonyok körében, és keressük meg ezzel Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor miniszterelnök urat. És az aláírások 2 hét alatt összegyűltek, tehát egy hatalmas összefogás volt egész Erdély területén, és onnantól a történet aztán nagyon szépen alakult. Hál' Istennek! Tehát 2023. októberében sikerült felavatni a gyönyörűen felújított kastélyt. Az isteni csoda mellett valahol a Nőszövetség egy láncszem volt ebben a történetben, és én azért vagyok hálás, hogy bár sokszor nem látható ennek a szervezetnek, ennek a szövetségnek a tevékenysége, mert olyan apró helyi gyülekezetbeli dolgokban nyilvánul meg, amelyeket igazán nem teszünk, vagy nem mutatunk meg, nem találjuk sok esetben még mi magunk sem fontosnak, mert minthogyha hozzátartozna a mindennapi életünkhöz, és csak tesszük, végezzük a feladatot. És ennek ellenére most ebben az esetben az a kevés, amit tettünk, hogy közösséget építettünk köréje, hogy népszerűsítettük, hogy aláírásokat gyűjtöttünk, az éppen elég volt ahhoz, hogy a figyelmet annyira rá tudjuk irányítani a kastélyra, meg annak a fontosságára, és meg tudjunk egy szinte 500 éves emlékművet menteni, hogy végül is sikerült a kastély történetet újraírni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mennyő Levente történész, írót, szerkesztőt, aki jelenleg Magyar Vistán él, de erdővidéki gyökerekkel rendelkezik, és ő írta meg Száraz ajta címmel ezeknek az eseményeknek dokumentált könyvét is. Kérem, nagy szeretettel, hogy tartsa meg előadását. Nézzük meg, hogy hogyan
Milyen volt a második bécsi döntésnek a fogadtatása? Ugye 1940. augusztus 30-án Bécsben Németország és Olaszország külügyminiszterei eldöntötték, hogy Erdélynek melyik része kerül vissza Magyarországhoz, ez az Észak-Erdély rész volt. Nagy Ferenc, erdőfülei akkori lelkipásztor jegyezte fel az irataiban, hogy a rádióból délután 4-kor értesültek a bécsi döntésről, leírhatatlan örömmel töltött el, boldog tudat, hogy hazamegyünk. Tompa Zsigmond, kisbacói lelkész, pedig azt írta, hogy lehúltak a rabláncok, a székelyfők ismét szabad lett, igaz magyar református öntudattal és lelkesedéssel kell éljünk, dolgozzunk református Elszentegyházunk és magyar hazánk érdekében. Nagyobb Péter Bölökben volt református lelkipásztor, egyébként a kivetítő is figyelemmel kísérhető a szöveg, meg a képek is. Ő azt jelentette fel, hogy vége a szenvedésnek, vége a mostanságnak, vége a megaláztatások hosszú sorozatának, Polonkai Tivadar pedig, dr. Polonkai Tivadar, ő középajtai lelkipásztor volt. Ő volt az egyik felhívott képviselő a Magyarországgyűlésben a bécsi döntés után, és azt jelentette fel, hogy fájdalommal kell gondolni mindazokra, akik még mindig túl a határon felszabadulásra várnak. Adja a kegyelem Istenne, az a felszabadulás leáll nézve is minél előbb valóságra válhasson át. Azért, mert Dél-Erdélyben sok református gyülekezet maradt, és akkor ők továbbra is román uralom alatt maradtak. Rozsondai Ádám, akit a két világháború között nagyon sokszor meghurcolt a román szigurancia és a román csendőrség, ő azt jegyezte fel, hogy Magyar Hermánban volt akkor lelkész, idézem, felszabadulásunk örömét, mert eltöltötte községünk apraját, nagyját, lehetetlen leírni, egyházunk most már szabadon folytathatja minden irányban munkáját. Ezt a munkát egyházunk édes magyar hazán felvilágoztatására fordítja, Isten legyen segítségünkre. Egyértelmű pozitív fogadtatásban részesült a második bécsi döntés, de nem szabad elmennünk amellett, hogy rögtön a második bécsi döntés kihirdetése után, már szeptember első napjaiban, bizony voltak kilengések és voltak román ellenes túlkapások. És ez alól szárazajta sem volt kivétel, mert itt is voltak olyan fiatalok, akik túl ünnepelték a bécsi döntés hírét, de ugyanilyen eset volt középajtán is, édesapám szülőfamiliában. Előfordult, hogy románok ablakait verték be, a házaknak, lakásoknak az ablakait. Volt, akit megkergettek, kikergettek az erdőbe, ez középajtán történt meg. Váncsa M. György, Váncsa Júli bácsi, így emlékeznek rá a mai napig. Egykori falubíró családostól, feleségestől kikergették a dugói magyarok. Köztük a apai nagyapám öccse is, de Dezső bátyám mesélt, tehát idézem szóval, hogy én esi ócsóró voltam akkor. Na, és Júli bácsi kimenekültek az erdőbe, majd amikor bejött a magyar katonai közigazgatás, lecsendesedtek a dolgok, ahol hazajött mindenki. Azt kell tudni, hogy 1920 és 1940 között Erdélyben összesen 463 román templom épült. Ebből 272 volt görög katolikus és 191 ortodox. Ennek a 463 templomnak, felszenteletlen templomnak, 34%-a a Székelyföldön épült. Milyen körülmények között? Úgyhogy plusz adókat, külön adókat vetettek ki a lakosságra, téglajegyet vásároltattak velük, vagy közmunkával kényszerítették, készítették arra a Székely lakosságot, hogy építsen fel ezeket a görögkatolikus, illetve ortodox templomokat. És Árandi Tamás történész barátom szerint 12-18-ra tehető a erdővidéki templom rombolásoknak a száma, tehát a bécsi döntés utáni románállás hangulatról beszélünk, Vibarcfallán, Felső Rákoson, Köpecen, Magyar Hermányban, Székesszárdalmason és Vargyason rongálták meg, illetve rombolták le a magyarok a felszenteletlen román templomokat. Bodos pozitív kivétel volt ilyen szempontból, hogyha ismerős Egyed Ákos történész professzornak a neve, az ő apósa volt Bodosban akkor a lelkipásztor, Fábián Adorján Béla. Na, ő volt az, aki Bodosban megtiltotta, hogy hozzájönnek a román templomhoz, megvédte a templomot és az ortodox felekezetű híveket is. Ehhez kapcsolódik egy 4 évvel későbbi történet, hogyha vannak Aldobolyból, nem tudom, vannak-e, bizonyára emlékeznek Deák József tiszteletes úrra, aki elmesélte nekem,
még amikor itthon éltem, hogy 44. augusztusában, amikor megtörtént Románia átállása és jövögettek visszafelé a magyar csapatok, a parókiára, Aldogolyban magyar tisztek szállásoltak be, és román túszokat, 10 román túszt kért a magyar őrnagy arra az esetre, hogyha egyetlen honvédnak is valamilyen bántódásra esik, kivégzi a 10 túszt is. És a tiszteletes úr Jóska bácsi megengedte magamnak, hogy így nevezzem meg, így ismerkedtünk meg. Ő azt mondta, nem, őrnagy úr, én leszek a túsz, személyesen a református lelkész. Maguk holnap elmennek Magyarországra, és mi itt maradunk, mi együtt kivéljünk a román testvérekkel, tetszik maguknak, vagy nem tetszik, én leszek a túszt. És ő volt a túszt. Két nap múlva jöttek a német tisztek, ugyanez a történet megismétlődött, és amikor 44. szeptember 15-én a Manyugánda, arról is szó lesz később, Brassóból, Aldogoly felül jött Szent Győde, Gavrilo Tiano, az a parancsnok, aki szárazajtán levezényelte a kivégzést, ő volt az első, aki megkereste a deák tiszteletest, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy megvédte a románokat, egyetlen egy magyarnak sem fog semmilyen bántódásra esni, amíg én itt vagyok, és így menekült meg Aldogoly, ki tudja mitől. Igen, említettem, hogy nagyajtán, középajtán, szárazajtán is voltak túlkapások, és a bodosi, az érdekes, hogy a bodosi esetet leszámítva, tehát a bodosi román templomnak a megvédését leszámítva, a magyarok által elkövetett román ellenes túlkapásokról nem tesznek említést a református feljövődági források. Lépjünk egyet tovább. Augusztus 31-én, tehát a második Bécsi döntés második napján Fábián László ügyvéd, ő az Országos Magyar Pártnak volt az erdővidéki elnöke, levelet intézett Nagyelek akkori erdővidéki református esperesehez a következő szavakkal: nincs értelme és értéke sincs most a duhajkodásnak. Maradjon mindenki otthon, és várja be már azt a 8-10 napot, amíg az átadással idejének. Vigyázzatok, hogy felelőtlen elemek ne mocskolják be a magyar becsületet. A Fábián ügyvéd egyeztetést folytatott a Baróton állomáson a román csendőrség akkori parancsnokával. Arra kérte a csendőrparancsnokot, hogy idézem, a csendőrség és a hatóságok részéről ne történjenek provokációs fellépések a székely lakossággal szemben. A csendőrség ne zavarja tovább katonai behívókkal rendelkező székelyeket. Az ezredes, a román ezredes ígéretet tett, hogy rendben, csendben marad mindenki, mindenki vállalta a felelősséget, hogy rend lesz Erdővidéken. Bibarcfalva egy nagyon különös eset, nem tudom, vannak-e Bibarcfalváról, feltételezem, hogy igen. Ott Molnár Béla tiszteletes úrnak az első intézkedése az volt, hogy falugyűlést hívott össze, ideiglenes községi vezetést választottak, és létrehoztak egy 70 tagú úgynevezett védőrséget, nemzetőrséget, aminek az volt a feladata, hogy cserében, rotációban nappal egy-egy ember, éjszaka pedig 4-4 őr állt a falunak a két végénél, hogy idegen zavarkeltő ellenek ne mehessenek be a faluba, és legyen csend a faluban. A román csendőr őrmester arra kérte Molnár tiszteletes urat, hogy a községi ideiglenes vezetéssel vállalja fel a legénység, a román legénység ellátásának a költségei, és a Vivacfalvi Községi Tanács el is döntötte, hogy a falu élelmezni fogja a román legénységet addig, amíg megtörténik a terület csere, mert bejönnek a honvédek, a román csendőrök, és a tanács, az ideiglenes község vezetés vállalta a román csapatok ellátásának a költségei. Ráadásul, hogy nehogy provokáció legyen, a községi román zászlót levették és átadták a csendőrparancsnoknak, őrizze meg, nehogy valamilyen provokáció legyen. Milyen volt a magyar csapatok bevonulása, illetve milyen volt a készülődés? Nagyelek esperes körlevelet intézett minden lelkészet Erdővidéken, amelyben azt írta, idézem, mindenki tartsa kötelességének, hogy a magyar csapatok bevonulása előtt a ház előtti sáncot takarítsa ki, a burján kapálja ki, és az úttestet tartsa rendben, és rendesen sepelje. Egész Erdővidéken, és biztos vagyok benne, hogy ez máshol is itt volt a visszatér, így volt a visszatér területeken, az asszonyok, leányok nemzeti színű szalagokat, zászlókat vartak, készítettek, ünneplő ruhát készítettek, tisztítottak, stb. A fiatalok, a gyermekek énekeket tanultak. Erdővidéken az volt az ajánlás, nem parancs, hogy minden falu a saját népviseletében, fehérében és fekete zekében a férfiak, az asszonyok pedig helyi népviseletben vonuljanak ki a székelyszállóosi keresztúthoz,
ahol várták a honvédek bevonulását, és ott is érkeztek be. Még az volt az ajánlatban, hogy mindenki saját falutábla alatt vonuljon fel, készítsenek szeretetcsomagot a honvédeknek, stb. Kiemelt helyet kaptak az első világháborús veteránok azon az eseményen, amikor a szándorosi keresztúttán fogadták a bevonuló honvédeket. 10 kapokat emeltek Baróton, Libarcfalván, máshol is. Gáspár Samu Bartoci lelkipásztor azt jelezte fel, hogy az első hónapokban szakadatlan ünneplés volt az életünk. Ince Pali bácsi, a szárazoltját biztos ismerték, nyugalmazott tanító bácsi volt, azt mondta volt nekem egy beszélgetésünk során, hogy Benkő úr, addig ünnepeltünk mi 40 őszén, hogy a románoknak a termése sokkal jobb volt, mint nekünk második évben. Na, Kovács Sándor, baloti lelkipásztor, szintén azt jelezte fel, hogy felszabadítottak az idegen uralom alól, a kövek megszólaltak, Isten dicsőítették. Nagybaconban, Libarcfalván ez derül ki az egyházi forrásokból, végeérhetetlen mulatság táncok voltak, tehát éjszakánkon átmulattak, főleg a fiatalok. És az Isten tiszteletek, olasz telekről is találtam ilyen feljegyzést, máshonnan is, ilyen zsúfolt templomokban zajlottak, amely Isten tiszteleteken a már megérkezett magyar honvédségnek a tagja is mindig testületileg részt vettek. Ugorjunk egy kicsit, 41 júniusában Magyarország, Románia, Olaszország és a Hitler-Németország oldalán belép a szovjetellenes háborúba, Donkanyar, nem megyek bele részletekbe. Csak néhány példát villantok fel, hogy a gyülekezetek és főleg a nőszövetségek hogyan igyekeztek segíteni a honvédek, enyhíteni a honvédek sorsát. Találtam ilyen feljegyzéseket, hogy a Bibarcfalvi asszonyok a nőszövetségek. Tejasüteményeket készített, pulóvereket kötöttek, érmelegítőket készítettek, ez ilyen lábszár melegítő volt. Halistákat kötöttek, cigarettát gyűjtöttek, stb. A száraz ajtai nőszövetség szintén érmelegítőket készítettek, pénzt gyűjtöttek, hőzsákokat készítettek. Tudják mi a hőzsák? Mint a csárnoknál az a pietára, az a lájnyit, oldalt, gombolat össze. Na, ők ilyen meleg, gyakori dolgokat készítettek, kesztyüket, tartmelegítőket, stb. A Közép-Bajtai Időszövetség pénzt gyűjtött, szeretetcsomagokat készített, stb. A nagybaconiak bárányből sapkát, bárányből kesztyüket, nyaksárokat, mindenféle, ami télen használható volt, hogy ne fázzanak a honvédek. Tehát a nőszövetségek, az erdővidékiek így segítettek a honvédeknek, de más egyházmegyékben is hasonló kezdeményezések voltak. És akkor ugorjunk egy nagyot, és lassan közeledünk a szárazajtai történésekhez. Ugye 44. augusztus 23-án megtörtént Románia átállása, kiugrása, fegyverváltása, többféleképpen lehet ezt értelmezni. A legfontosabb megfogalmazás szerint az, hogy szerepváltozása, mert hogy átállt a korábbi központi hatalmak oldaláról a nyugati szövetségesek oldalára. Egész Romániában eluralkodott egy általános magyar ellenes hangulat, sőt uszítás. Ugye a magyar hatóságok kivonultak, keletkezett egy ilyen ex-lex állapot, ezt magyarul se légüres tér, jogi légüres tér, tehát nem volt hatóság, aki a rendre vigyázva, stb. A magyar lakosság magára maradt, védtelenül, és teljesen ki volt szolgáltatva. Például azoknak a Julio Manuel önkénteseknek, akiket szeptembertől kezdődően toboroztak Brassóban, ezt a Tribuna újság szorgalmazta, Bukarestben az Árgyálul, lap szorgalmazta, Sekse Szentgyörgyön pedig pont a Manuel Garda kiadásában megjelenő Desrobiga című lap. Rettenetes szövegek születtek akkor a magyarok ellen. Egy félsorot idézek csak, idézem, a magyarok és köztünk csak a fegyverek döntenek, ezek mondják ki a végszót. Erdélynek nem lehet két gazdája, hanem csak egy. Mi vagy a magyarok. Románia szerte akkor Julio Manuel önkéntes ezred cím alatt 9 önkéntes osztag alakult, nem részletezetlenül 7 volt Bukarestben, 1 Petrocsényben, és a kivetítőn is látszik 9-es számmal a Julio Manuel önkéntes zászló, vagy ez alakult Brassóban, ez volt az, amelyik Szárazalpán, Csíkszentmihályon és máshol is végrehajtotta a magyar ellenes vérengzéseket. Ez a brassói alakulat 600 főből áll, és a parancsnoka egy régeni, százrégeni ügyvéd volt, Gavino Adriano, úgy hívták. Itt van. Szeptember 5-től kezdték toborozni 44-ben Brassóban a Manuel önkénteseket. Az az érdekes, hogy a 9 Julio Manuel önkéntes osztagból 8 besorolt a reguláris román seregbe, tehát alávetették magukat a
fronton harcoló román reguláris csapatoknak egyetlen egy alakulat volt, amelyiknek a parancsnoka megtagadott minden utasítás, minden felső utasítás, ez a brassói alakulat volt. A Villó Teánok kijelentette, hogy én nem vettem alá magam senkinek, önállóan cselekszem. A 600, közel 600 főből álló állományából, a brassói Manyuba gárdákról beszélek, 300 fő volt az, aki katonailag képzett volt, tehát tudott bánni a fegyverrel, 250 pedig katonailag teljesen képzetlen volt. Ebből a 300 fős katonai kiképzések átesett alakulatból jött száraz ajtára az a 50-60 fős csapat, amelyik végrehajtotta a mérengzést. Idézek be a Villó Teánok néhány szózatából, azt írja, azt mondta egy helyén, hogy a győzelemre vezető fegyverek meg fogják tisztítani a felszabadított Erdély földjét, és mindenünkben előzik az évezredes ellenségünket. Ez a magyarokról szól. Ugyancsak ő mondta néhány nappal később, amikor Sepsiszentgyőre megérkeztek, és a Mikóba, Sepsiszentgyőri széken, mikor kollégiumba szállásoltak be, szeptember 15-én 44-ben, hogy idézem, csak a halál és a vérontás jelenthetnek igazságos elszámolást a románok és a puszták barbárjai között. A magyarokat meg kell semmisíteni, vagy vissza kell üldözni Ázsiába, idézett bezárva. A Manyugárda az általános reggeli győzi magyar ellenes hangulatban közrejátszott néhány nagyon fájdalmas történet. Bizonyos, hogy sokan hallottak a Szilágyi és az Ördögkúti román ellenes vélegzésről. Szörnyű, ami ott történt. Nem megyek bele részletekbe. Megengedem magamnak, aki sok ezer okmányt, sok ezer forrást átvizsgált, semmilyen értelme nem volt, sem az IPI, sem az Ördögkúti vélegzésnek. Higgyék el nekem. Amikor román öregeket, asszonyokat és gyermekeket számolatlanul lőttek agyon, a telepet egyáltalán nem ismerő honvédek. És ezzel bevált. És még volt egy lényeges eleme a román bosszúvágynak, ez a Bánffy Hunyadi eset volt, amikor a magyar honvédek vonultak be Bánffy Hunyadra, Nagyvárad felül is készültek Kolozsvárra, ez 40. szeptember 10-e volt, maga Kós Károly is ott volt ezen a ünnepségen. A kalotaszegi ortodox hívek szellemi atyának tekintett Aurelmunt János ortodox esperest felelőtlen magyar elemek agyonverték. Agyonverték. És ezt a románok soha nem bocsátották meg, mert a kalotaszegi iratokból kiderül, hogy minduntalan jöttek át a határok az üzenetek. Hogy amikor majd egyszer megfordul a világ, román pap véréjét, magyar pap véréjét fogjuk kiontani. Nem megyek bele részletekbe, csak említek egy esetet, Kispetiben elhúzották a református lelkész Szabó Gézát, és egy fél év múlva találták meg a megcsapított holttestét az erdőben. Júliu Maniu, az a egyébként nagy kaliberű román politikus, nagy formátumú román politikus, aki hát az egyik kulcsembere volt Románia átállásának, és aki adta a nevét ezeket az önkéntes csapatokhoz, és aki Bánffy Miklósnak egy személyes beszélgetés során azt mondta talán 43-ban, hogy Bánffy úr menjen haza Erdélyben és jelezzék valahogy a magyar vezetésnek, hogy amennyiben Magyarország nem ugrik ki a háborúból a magyar népre, szörnyű tragédia vár. Júliu Maniu ezt látta, hogy baj lesz. És akkor itt elérkeztünk a szárazajtára. 1944. szeptember 25-én délután este felé megérkezett szárazajtára Manyu Gárda, a brassói. Nem megyek bele részletekbe, mert akkor elég sokáig itt fogunk maradni. A lényeg az, hogy másnap hajnalban, 26-án hajnalban összefoglosták a fekete listán szereplő magyarokat, és a kivetítőn olvashatók a nevek, akiket kivégeztek. Nagy Sándor 21 éves volt, Nagy András 25 testvére, Szép Albertné Málnás Irénia 50 éves volt, a férje Szép Albert 49, Németh Gyula 62, Németh Izsák 51, Elekes Lajos 38, Szabó Béniám 62, Gecse Béla 34, Málnás József 35, Szép Béla 42, és volt még egy áldozat, Tamás László, aki nem volt a fekete listán, hanem a iskola udvarra összezsúfolt tömegben állt, és nézte a kivégzést. Egy adott pillanatban a tömeg mozgolódni kezdett, hát a látványtól voltak, akik elájultak, visítoztak, stb. És az egyik rádista belelőtt a tömegbe, és szerencsétlen Tamás László talált elő, cigán férfi volt, és elvérzett. Na most, mi volt a vád a szárazalatai magyarok ellen?
44. szeptember 2-án, 3-án százalat a térségében állomásodott egy kisebb román alakulat, katonai reguláris alakulat, akik felvették a harcot a visszavonuló német alakulatok egy csoportjával, Szárazajta térségében. Katonai csetepati alakult ki, 13 román katona esett el a reguláris katonai ütközetben, és azt lopták fel később a szárazajtai magyarokra, az áldozatokra különösképpen, hogy segítettek a hordista és a fasiszta német csapatoknak a román katonák ellen vívott harcban. Ezért végezték ki őket. Olyan is volt, hogy azt mondták, hogy szárazajtai magyarok levágták a román tisztnek az ujját, vagy a gyűrűjét lopják el. A román történész kollégától, román forrásokból egyértelműen kiderül, hogy egyetlen tiszt sem esett el szárazajta térségében. Ugorjunk egy nagyon nagy per kerekedett ki a szárazajtai vélegzés nyomán. Néhány tanulmányomásból idézek. Teodor Barduc, Bardoci Tódor, ahogy itt ismerik, ismerték Szárazajtán, ő azt vallotta 52. október 22-én a kihallgatáson, hogy nincs tudomásom arról, hogy Szárazajta községben bárki is megölt volna egy román tisztet. Augustin Bogdan 52. októberében nyilatkozta. Tudomásom szerint a községben senki sem látta, hogy a szeptember 26-án kivégzettek, terrorizálták volna a román hadsereget. Simeon Embersan, szárazajtai román lakos volt. Idézem. A román csapatok visszavonulásakor én a faluban voltam, de nem láttam, hogy bárki is bántalmazott volna egyetlen román katonát is. Megszólaltatták a nyomozó hatóságok a tisztek közül kettőt, akik itt voltak szállodott a térségében. Az egyik Palasz Tilton Veszkó-Valezredes nyilatkozta 54-ben, hogy a történtekről, mármint hogy mi történt szállodott a térségéből, és hogy a civilek segítették, százalatai magyar civilek segítettek volna a magyar és a német katonáknak. Tehát erről a történetről hallomásból tudok azoktól, akik a százalatai harcokban részt vettek. Tehát ő sem tudott semmi biztosat állítani, hogy követtek el egyáltalán a magyarok valamit sem. Kollégája, tisztása, Jan Kirilo alezredes iratkozta 51. márciusában, idézem, nincs tudomásom arról, hogy a felszabadító román csapatokat szárazott a községben támadás érte volna. A nyomozó hatóságok milyen következtetésre jutottak? Mauricio Adler, ő Securitate főhadnagy volt, illetve hadnagy volt, aki részt vett a nyomozásban. Idézem a jelentését. Nem helytálló a manyugárdák az indoklása, miszerint a meggyilkolt szárazajtai magyarok a román csapatok ellen harcoló hortista hadsereg szolgálatában állott terroristák lettek volna. És milyen következtetésre jutott Danburgól is a bukaresti törvényszék bírója? Idézett, a legkevésbé sincs utalás arra vonatkozóan a nyilatokban, hogy a román egységeket civilek támadták volna meg. Ilyen körülmények között történt szárazajtán, ami történt. Csíkszentdombokos úr valószínűleg nagyon sokan hallottak, ugyanaz a Mányugárda 44. október 8-án kivégzett 11 csíkszentdombokosi magyar civil, de Felcsikon, Gyergyóban és Egeresen is hasonló kivégzéseket hajtott végre a Mányugárda, akinek a tevékenységéhez még hozzátartoztak a rablások, a fosztogatások és a nyilvános magyar verések. Elnézést, nem akarok úszítani senkit senki ellen. Ez így történt. Ezt nincs mit szépíteni. Mint ahogy az IP ördökök és a Banfi Hunyadi történetet sincs visszépíteni. Az is megtörtént. Sajnos. Zárójel. Amikor Románia átállt 44. augusztus 23-án, Románia területén 12 fogolytábor működött, ahol szovjet foglyokat tartottak, őriztek. A Barcaföldvári fogolytáborban Románia átállása napján 5800 szovjet fogoly volt. Románia átállása után az 5800 szovjet foglyok szabadon engedték, és az ő helyükbe zsúfolták be elsősorban a székelyföldi magyar férfiakat. És akkor most néhány példa arról, hogy a nőszövetségek hogyan segítettek ezúttal a foglyoknak. A bardociak például 44-45 terén fűtéssel, ruhában, úti költséggel láttak el 5 hadifoglyot. Ezek valószínűleg szökevények voltak, akik megszöktek a rügyeni fogolytáborból.
vagy máshonnan is hazafelé tartottak, ugyanakkor a nyugati fogolytáborban több alkalommal ruhát, élelmet és pénzt küldtek, tehát a bardociakról van szó. A szovjet fogságba esett magyar katonákat 44 és 45 elég meleg ruhával, pénzzel, élelemmel és úti költséggel látták el, valószínűleg azokat, akik fogságból tartottak hazafele. A Berlini Szövetség a nyugati fogolytáborban lévő magyar katonák részére többször szeretett csomagot küldött, a Bivacfalvi Nőszövetség a Népi Szövetséggel közösen hazatérő foglyokat, menekülteket segítettek, és még arra is vállalkoztak, hogy Budapestről hozzák le az éhségben szenvedő gyermekeket, lássák el őket, aztán amikor normalizálódik a helyzet Magyarországon, küldjék őket haza. Nem tudom, ki említette Sándor László egykori erdővidéki esperest, igen, és az ő fiát Istvánt. Egyszerre egy húsvétkor, pár évvel ezelőtt úrvacsorát vettünk Baróton, és amikor vettem át a kelyhet Istvántól, akkor már nyugalmazott lelkész volt, Bodosban szolgált. Ezt a légerészt mondta nekem, hogy és ez mindenkire érvényes, és továbbítom, vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál. Ez mindenkire érvényes. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Hadd szóljak a jegyzőkönyv szerinti adatokkal. A szomorú események után, 44. szeptember 26-a után, az első nőszövetségi gyűlés 45. április 10-én volt. Lelkipásztor sem volt, május 10-én jött a lelkipásztor. Tehát lelkipásztor nélkül is összegyűlt a nőszövetség, és a megyei alelnöknő vett részt ezen a gyűlésen. Idézem. Alelnök testvérünk üdvözli a megjelenteket, sírásig megható szavakban emlékezik meg a szárazajtán történt gyilkosságról, és velünk együtt való érzését fejezte ki. Egyben kérte asszony testvéreinket, hogy értsék meg a mai helyzet komolyságait, és a hívó szót, hogy kéz a kézbe, együttes erővel szervezkedjünk és küzdjünk népünk szabadságáért. Ezekkel a szavakkal buzdított az elnöknök, és hozott 4 pár gyerekcipőt, abban az időben nagy dolog volt a cipő, aminek az árát a nőszövetség fizette ki, hogy a rászoruló gyerekeknek szétosszák. Ez is kiderül ebből a gyűlésből. Egy korábbi gyűlésem a szép magyar időkben, 42-ben az elnök, ez már a helyi elnöknök, Kolumbán Gézámi, üdvözölte a megjelenteket és kérte asszony testvéreit, hogy éppen most is olyan nagy szükség van a női lelkek munkájára, mint a kisebbségi sorokban. A jólétben is ugyanaz a nagy szükség. Mert drága magyar hazánknak csak úgy tudunk javára szolgálni, ha itthon, a front mögött, takarékosságunkkal, áldozatosságunkkal, drága honvédeink javára le tudunk mondani. Még egyre. A másik, hogy beosztották a nőszövetség tagjait, szegény korban működött, itt Szárazajtán, és beosztották minden héten, hogy ki szolgál a szegények kormányát. Mert főztek és szétosztották a rászorulóknak az ételt. Ezt mind a nőszövetség által és fedezte. És sok-sok ilyen történet van ebben megírva, ez egy különleges előadást megír. Hát az mindenhol gond, gondolom, a fiatalitás minden szervezetnél, vagy minden szövetségnél. Mi is igyekszünk ezen a téren is tenni, ezért próbálunk olyan programokat szervezni, amelyek őket érdeklik, vagy a fiatal anyukákat érdeklik, vagy csak a fiatalokat érdeklik. Voltak ilyen programjaink, hogy anya-lánya program, vagy volt ilyen programunk, hogy lányoknak kézműves foglalkozás. Tehát biztos, hogy még a tagságunk nagy része idősebb korosztályhoz tartozik, ők jobban ráérnek erre a tevékenységre, és a fiatalabbak, főleg a
akik aktívak, munkahelyük van, családjuk van, gyerekeik vannak, nekik nehezebb rendszeresen jelen lenni ebben a szolgálatban, de azt látom, hogy azért vannak érdeklődők, hogy azért helyenként, régiónként a fiatal asszonyok is ott vannak, részt vesznek, és mi ennek nagyon örülünk. Mi szeretnénk átörökíteni ezt a tevékenységet, ezért őket már korábban megszólítjuk úgy is, hogy feladatot adunk nekik, akár az elnökségekbe, a vezetőségekbe, behívjuk őket, előadásokra felkérjük őket, és akkor megmutatjuk azt, hogy mit is jelent a nőszövetségi szolgálat, így is próbáljuk őket bevonzani. Azt hinnénk, hogy ezt a sok élményt már nem lehet fokozni, de most ismét a zene szárnyán a lelkünk fog gyönyörködni. Szeretettel jelentem be, hogy a Pibarcolmi Református Egyházközség Begyeskarának műsora következik. Thank you.
inkább a hitápolás területén gondolkodunk célokról, mert hogy ma már a szociális területen az intézmények is elég jól ellátják a feladataikat. Ugye most is ezen a konferencián is szó volt az idős otthonról, az idős gondozásról, ez is egy intézmény. Úgyhogy mi nem vagyunk intézmény, és ez miatt nem tudunk sok mindent megvalósítani, de be tudunk segíteni bizonyos szociális feladatoknál. Viszont a hitápolás az keresztény értékeknek a megmutatása, azoknak a megőrzése, azok mellett kiállni és azokat megélni, ezek a következő időszaknak a legfontosabb feladatai, én úgy érzem. Pont azért, mert hogy a 21. század az egészen más kihívások elé állított, nagyon különbözik a világszemlélet attól, amiben mi nőttünk bele, amiben mi szocializálódtunk, és a fiataloknak meg kell mutatnunk azokat az értékeket, amelyeket mi, amelyekbe mi nőttünk fel, és amelyek a keresztény hitünknek megfelelőek. Úgy gondoljuk, hogy ez lesz a következő évtized legnagyobb kihívása.